és mindenképpen fussanak, és aztán ne tűnjenek el, mert én még majd a tombola. További jó szórakozást kívánok, 3-kor vagy, előtte még remélhetően Utasi István meg fogja nyitni a rendezvényt. Akár most is megteheti ezt, úgyhogy hölgyeim és uraim, Utasi István képviselő úr megnyitja ünnepélyesen a rendezvényt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagy tisztelettel köszöntöm a szervezők nevében a megjelenteket. És mielőtt figyelnének, az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy megfordult a rajtirány, tehát ott a János bácsi is mondta, a cél felé fogunk elindulni, tehát mindenki inkább erre húzódjon, mint a Ifjúság utca felé, úgyhogy itt lesz a raj. Három dologra szeretném a figyelmet felhívni, az egyik, amit itt az egyik főszervező mondott, Kádi János bácsi a 18. versenyt jelentette be, én bejelentem, hogy jövőre 78 éves lesz, úgyhogy egy nagy tapsot megérdemel, mint főszervező. Kérem önöket, hogy tapsolják meg, hogy még legalább egy 20-30 évig köszönjük legyen. A futással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy egy norvég író feldolgozta a futás világszóra szóló történetét, és azt fogalmaztam meg többek között, hogy a norvég futók azért voltak jók, mert mindig, amikor már kezdtek fáradni, akkor egy-egy lovat bevetettek, és a lóval versenyeztek, tehát így világszínvonalban éven voltak mindaddig, amíg az afrikaiak meg nem jelentek. A másik dolog, amit mindenképpen szeretnék elmondani, lehet, hogy sokaknak meglepetés, hogy megfordítottuk a szél és a rajt irányt, de ha figyelnek, akkor észreveszik, hogy ez a 2016-os év egy másodperccel hosszabb lesz, mint amit előtt elvesztek. Lehet, hogy ez megdöbbentő, de éppen ezért kellett a célrajtot átfordítani, hogy ez a 2017 méter kijöjjön, és néhány lépéssel hosszabb legyen. Kívánok mindenkinek jó futást, kellemes ünnepeket, és jó dáridózást az éjszakára. Köszönöm a figyelmüket. Hölgyeim és uraim, köszönjük Utasi István képviselő úrnak a megnyitót. Az esti program egyébként DJ Herendi Zsolt és DJ Bárány Attila programjával telik majd el, de most még a szilveszteri futásnál tartunk. A fő támogatóinkat mindenképp meg kell, hogy említsem még. Löbelié Magyarország Forma Öntöd az ERT, Ajka Alumíniumipari Szakszervezet, Bakonyi Erőmű ZRT, Ajka Város Önkormányzata, valamint Sportváros Nonprofit Kft. Tehát szerintem 4-5 perc és lassan már indulunk. Semmit nem látok abból, hogy dr. Horváth József megjelent volna a bejáratnál, de nagyon optimistán bízom benne, hogy van nála egy pezsgést, mert hallani fogjuk, amint elpukkantja. Arra kérek mindenkit, hogy lassan kezdje meg a bemelegítést. Szűkös Kalács forrandot, amerikai hotdog. Átmegyünk mi is a VMK elé, most a hagyományoktól eltérően. Nem a főutca felé fogják indítani a... illetve nem a Kossuth utca felé fogják indítani a versenyt, hanem a VMK mellett kezdenek elfutni. Kicsit változott az útvonal az elmúlt évekhez képest. Annyiból jó, hogy nem fog szembesütni a kamerának a nap. Futás, vigyázzunk egymásra a kerékpárosokra, a bringásokra, a kutyásokra és a gyerekekre egyaránt. Amint pedig vége a futásnak, jön a tombola a sorstolás. Jó napot, jöttek futni? Nem. Melegszenek csak? Igen. Igen. Köszönjük. Miért nem futnak? Mit? Miért nem futnak? Mert fáj a térdem. Ja, a térdfájásra pont jó a futás, nem? Á, nem, az nem, az ízületeket kikezdi. Mit szól ahhoz, hogy ilyen sokan vannak itt? Ú, nagyon örülök neki. De látom azért forrad bor elől nem állták el. Kicsit, igen, igen, igen. Nagyon jó. Szia kutyus, te is jöttél futni? És tényleg, a kutya is futni fog. Persze ezt már megszokhattuk, hogy minden évben futnak kutyák is. Te nem indultál ma a versenyen? Nem indulok. De a gyerekek elindultak, gondolom. Hát nem tudom megmondani ezt, hogy valamelyik szeretett volna, valamelyik nem. Éppen most van rajta. Nem pukkant a pezsgő. Mi történt szerintem? Idén először nem tudom. Pezsgő felelőst úgy látszik, félreállították. Ez furcsa rajt volt most, meg kell, hogy mondjam.
Szerintem más se számított rá, mert itt a hátunk mögött kezdenek el futni az emberek. Mindegy, szóval elindult a 18. szilveszteri futás. Elég nagy számmal jöttek. Pedig nem is kergetik őket, ugye? Igen, hát főben még az állatkodat, ha? Akkor hogy elfutnának? Lehet, hogy azt hiszik, hogy ez a sok ember, aki mögöttük van, az kergeti őket? Nem. Akkor miért futnak? No? Hát csak az fut, akit kergetnek, nem? De. Na, hát akkor biztos azt hiszi ez a sok ember, hogy kergetik őket, nem? Hát, de a kutyusok kergetik őket. Te nem futsz? Nem. Nem is, az Kori, ez csalás. Jó napot kívánok! Szia! Igen. Szerinted a rövid time az megint perceken belül be fog érkezni? Nem tudom. Általában hamar be szoktak érkezni a rövid távúak. Közben itt a plakáton egy következő rendezvénynek a reklámja látható, a Tájflás világnapja. Illetve, bocsánat, ez egy már volt esemény. Valószínűleg ennek a transzparensét használták fel arra, hogy ki legyen írva, hogy rajt, illetve, hogy cél, ami majd innen lesz. Sokan jöttek el csak nézelődni is a térre, illetve megnézni, gondolom, a családtagjait, hogy... Mi volt a probléma a pezsgővel, hogy halkan durrant? Pezsgő halkan durrant? Én hallottam azért. Komolyan, én semmit nem hallottam belőle, egyszer csak azt vettük észre, hogy elindult ez az iszonyatos tömeg. Hát biztos messze volt akkor tőle, de akik közel voltak a tűzhöz, azok hallották. Hogy érzi a 18. alkalom? Én azt látom, hogy egyre többen jönnek kifutni. Hát nekem is ez a véleményem, és örülünk neki. Bízunk abba, hogy évről évre nő a létszám. Úgy, ahogy kezdettől fogva, ezelőtt 18 évvel, 99-ben elkezdtük ezt a szilveszteri futást. Azóta évről évre, hát nem is kis mennyiségben, de növekedik a létszámunk. Nagyon örülendetesen. Azt látom, hogy az emberek kis csapatokat alkotva tényleg bulinak veszik ezt a futást, és nem versenynek, és kisebb baráti társaságok jönnek kifutni. Végül is a tervünk az volt annak idején is, hogy egy ilyen barátias, családias hangulatban, légkörben történjen meg ez a szilveszteri futás, ami igazolódott is, már valóban ugye, hogy ön is említette, hogy baráti társaságok, családok, csapatok futnak együtt. Most láttam például itt az imént az FC Ajka csapatának néhány játékosát mezbe beöltözve róják itt a métereket. Hát az FC Ajka focistáinak ez a pár méter meg se kottyanhat. Mennyit is kell pontosan futni most? Hát nagy változás van az elmúlt évhez hasonlóan, mert egy méterrel többet kell futni, mint ezelőtt egy éve történt. Mit gondol, milyen edzéstervet dolgoztak ki azok, akik eljöttek, hiszen az egy méter az borzasztó nagy távolság, tehát arra komoly felkészülés kell. Nyilván fel kellett rá készülni megfelelően, és már hetekkel a szilveszteri futás
előtt készültek napi megfelelő egy órás, másfél órás edzésekkel, hogy ezt az egy métert le tudják futni. Köszönöm szépen, további sok sikert a következő 18 futóversenyen. Nagyon szívesen, én is megköszönöm. Minden jót kívánok, boldog új évet. Viszont kívánjuk. Jó napot kívánok. Szépek a fények, csak éppen a kamera nem tudja megmutatni. Mit szólsz ahhoz, hogy addig megkérdezzük DJ Herendi Zsoltot, hogy mi lesz a mai nap programja még? Ugyan ők este 9-től jönnek, én úgy tudom, de hát elég szépen készen van. Szerintem jó, Kéki, kérdezzük meg. Kérdezzük meg, és szerinted ő mit fog hozzászólni, hogy megint őt zaklatjuk? Ez csak is... Hölgyeim és uraim, a lámpák irányából már érkezett. Na ne, megérkezett az első befutó. Bátoríthatjuk őket még egy kis. Látod, mondtam én neked, hogy perceken belül megérkezik az első befutó. Ha jól látom, a tovafutók versenyzője. De valami baj lehet, mert idén nem Liska Bálint ért be elsőnek. Ha jól láttam, te voltál az első befutó. Hogy kültél fel erre a plusz egy méterre? Hát... Várj egy picit, mert jön egy... Bocsánat, csak jött egy értesítés közben a telefonra. Hát... Azt hittem vagyok úgy, hogy úgy, mint tavaly. Edzettem. Minden szokásos. Na jó, de hát idén plusz egy méterrel többet kellett futni, mint tavaly. Azért az szerintem egy borzasztó nagy távolság. Hát... Szerintem nem az. 100 méter se az hosszú távos atléta létemre, az egy kili se az. Azt írják a nézők, hogy ez kínzás ilyenkor beszélni, de szerintem egy atlétának ez nem volt távolság, hiszen 2017 métert kellett lefutni, hát az 2 kilométer, az szinte semmi neked. Hát nem sok, lassan a levegőhöz is jutok. Igaz. Kell küzdködnöm néha nekem is. Rossz a levegő minősége ajkán, ez azt jelenti? Nem, csak azért engem is megterhel. Már kicsit a végére sikerült indulni, és fel kellett magam tornászni az elejére. Ahhoz képest egész jó eredménnyel futottál be itt elsőnek a célban, most már érkeznek a többiek is. Mi történt Liska Bálinttal? Nem tudom, ő szokta megnyerni ezt a versenyt, nem indult el? Nem tudom, konkrétan nem is ismerem, hogy kiről beszélsz. Na majd megpróbáljuk megkeresni, köszi, nem kínzunk tovább. Közben már egész sokan beérkeztek a célba. Te bankot rabolni készülsz, vagy futni voltál? Igen, rabolni akartam, csak nem álltam meg a banknál, elfelejtettem. Pedig most nincsen ott sok mindenki, talán biztonsági őr sincsen, tehát egyszerű dolgod lett volna. Te mióta szoktál indulni ezen a szilveszteri futáson? Életem első futása. De megyek is a bankba, viszont látásra. Akkor neked most nem volt nagy kihívás az, hogy egy méterrel többet kellett futni, mint tavaly. Én is tudtam, hogy egyre többet kellett volna. Hát tavaly 2016 métert, most meg 2017-et. Jó, hát akkor egyet többet futottam. Köszönöm az infót.
És milyen volt a pálya? Jó volt az aszfalt? Ismerős volt a telep, jártam már erre 7-szer. Hát azt gondolom, hogy ismerős volt a telep, viszont neked megint csak szerencséd van, hogy ide jöttél először, hiszen máskor nem erre kellett futni. Tényleg? Jó, akkor hiába is gyakoroltam volna az előző években. Egyre több mindent tudsz meg Gyuri erről a futóversenyről. Fényképezőgépet még nem hoztál magad, de a futás közben készíthettél volna jó képeket. Hát legközelebb, nem tudtam, hogy ilyen jó lesz a terep. Holnap egy jó. Szépen érkeznek a többiek is, jó sokan voltak, nem? Jó. Aha, sokan. Sikerült előről indulnod, hogy te ilyen korán befutottál? Hátulról indultam, és mindenkit megelőztem. Nagyon ügyes vagy, Gyorgyi. Érkezett már be kutya? Láttál már kutya, és befutott? A kutyák lehet, hogy hátráltatják a gazdáikat a futásra, nem? Azért nem eltét fel, egyesek. Hello, Leo! Szia, Ádám! Szia! Mennyire voltak a fogadtam? Hát te, nem tudom. Mondjuk te itt voltál, akkor én szerintem a... Itt vagyok, Csama! Pat Ferenc is beállt a futók közé. Gratulálok, képviselő úr! Igazán szép teljesítmény volt ezt a 2017 métert lefutni. Milyen a levegő? Jó, friss és kicsit oxigén szegény. Érdekes, az elsővel beszélgettünk, ő is ezt mondta, hogy egy kicsit sűrű a levegő. Igyekszünk, majd bepótolom. Ha jól emlékszem, ez az ön körzete, képviselő úr, nem? Vagy így van, és a végén ki kell bővíteni majd. Pár év múlva nem lesz elég a körzet, vagy több kört kell futni. Úgyhogy mindenkinek nagyon boldog új évet, addig meg vidám szilveszterét is kívánok. Viszont kívánjuk a nézők nevébe is. Köszönjük. Na most úgy látom azért már, hogy... Meg is telt a tér. Igen. Újból tele van a tér. Batman közben elmenekült előlünk. Látom, Batman is futott. Kedves Batman, milyen volt a pálya? Ja, Superman, bocsánat. Teljesen mindegy. Mesehős. Emelkedős. Amilyen az év olyan volt. Hosszú. Hosszú? Hát egy méterrel volt hosszabb, mint tavaly. Neked ez meg se kutyanhatott. Megéreztem sajnos. Öregszel, Péter? Minden évben. Figyelj, javaslom, jövőre csak itt az elhelyezett webkamerán nézed meg. Várbíró Péter barátomnak köszönhetően ugyanis fel lett ide rakva egy időjárás kamera, nem tudom, tudsz-e róla. Bármikor rá lehet nézni a térre. Ránézek akkor hamarosan. Érdemes, mert szép képeket szokott mutatni a térről a kamera. Habár most az én kamerám az teljesen elvérzik itt ebbe a napsütésbe. Az nem baj, hogy sokan nézik. Azért vagyunk, hogy sokan nézzenek minket, nem? Így van. Az a szomorú, hogy ez a sok ember az otthon ül, és nem futni jött. Vagy ők is itt nézik. De nézd meg, a rokis lányok is itt vannak.
Láttam, hogy annyira szerettetek volna szerepelni, felléptek ti is talán a színpadon, vagy miért jöttetek el? Nem nyilatkoznak. Olyan nincsen. Én nem nyilatkozom. A lányok nem mernek nyilatkozni. Megtaláltad az óriásokat, kisfiam? Ott nem látom őket. Így, nem látom őket. Jól látom, hogy az FC Ajkának a csapatából vagytok? Igen, 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 tiszteltem, Pavlicki Balázs vagyok, ő Móger Balázs, meg Udvardi Mózes. Patrik, hello, szia. Ez ilyen szezon előtti bemelegítő futás volt? Hát igen, mondhatjuk úgy is, persze. Muszáj volt kiereszteni a fáradt gőzt meg a sok cefrét. Nektek ezt a 2017 métert a pályán mennyi idő alatt kell lefutni? Tehát körülbelül hány perc után van meg az, hogy ennyit lefutottatok? Majd nagyon max 10, ha mindenki beleadja a formáját. Ha nem, akkor van olyan 20 is. Kivétel a hátvédek, mi, mert ők csak első. Persze, azok más tészta. Azok csak izé, lötyögnek. Szépen veszélye. Akkor tulajdonképpen nektek ez a 2017 méter meg se kottyan. Nem. Hát, hogyha iszok, akkor igen, de amúgy alapjáraton nem. De ezt nem vitted magadban, meg kilötyögött volna. De hogy már az a üres pohárra indultam, az volt a baj. De hát ez komoly probléma, üres pohárral elindulni, létek, csak útban van a pohár. A lényeg, újra van töltve, úgyhogy nincsen nagy gond. Köszönöm, boldog új évet nektek. Mi a baj? Mi? Ki? Hol? Miért? Hol? Hol hagytátok a korcsolyátokat? Nem. Mit nem? Korcsolya nélkül jöttél futni? Mondd, hogy igazságtalan lett volna, hogyha Görkorival jövünk. Nem Görkorival, jégkorival, hát ajkai óriások, vagy nem az van rajta ezen a mezen? De. Hát akkor az óriások korcsolyával járnak, nem? Igen. Hát, és akkor hol maradt a kori? A jéghokin. Ha is csak futottatok akkor? Igen. 2017 méter, te is lefutottál? Igen. Hát te nagyon ügyes vagy. És te megszomjaztál futás közben? Igen. Igen. Melyik csapatban játszol te? Az ajkai óriások. Komolyan? U8-10? U8. Hát akkor nemrég játszottál itt Ajkán a bajnokságban, nem? Illetve a tornán. Meg Budapest. Ott voltál Budapesten is most? És milyen volt ez a budapesti? Tudsz róla valamit mondani? Mert én nem láttam, megmondom neked őszintén. Jó volt. Jó volt? Sokan voltak? Igen. Az jó. És ti hogy játszottatok? Tudom, korcsolyával a lábatokon, de azon kívül. Vesztetek is, mondjam. Ó, hát itt nem lehet veszteni, itt csak győzni lehet, hiszen aki a jégre lép, az már győzött, nem? Igen. Furcsa volt a nagyok, kötöttek kicsit. Na jó, van, hagyunk téged iszogatni a forrad borodat. Ha jól látom, itt a tombola sorsolás még hátra van. Arra várakozunk. Tudom. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves futók, még egyszer felsorolnám a támogatók névsorát, aztán megkezdjük valóban a legfiatalabb, legidősebb férfi futó díjazását, valamint a legfiatalabb Lövelié Marszak szervezet. Géci István, Kemenes Pápa, Olá Krisztián Szárnyas Ház Húsbolt, Pápai Hús Üzem Mintaboltja, a Velvet Étterem, a Tó Vendéglő, Pronto Étterem, Ludas Fati Pizzeria, Retro Café, Marcipán Cukrászda, Mónika Cukrászda, Rigó Vendéglő, Pittes Borozó, Landa Újértékség, Papabilon Zöldségbolt, a Mazsola Zöldségbolt, Euróbor, Magyar Posta, Kodatfotó, Csarnok ABC, Ramobili Sport utca, Robil, Dráva Dekor, Valika Virágbolt, Erika Világbolt, Albin Szőnyek, a Varázs Garázs, az SOS Festékbolt, Farkas Csaba, Marton Tibor őstermelő, Kis Tibor Imréné, Mini Pol BT, a Raiffeisen Bank, a Direkt Petál épületgépészet Kft., Hajnyi és Fia Kerékpárbolt, a Kommel Gáz ZRT, Kivi Állateledel, Egon Biztosító, Grupama Biztosító, a Lotus Szépségszalon, a Kumukli Játékbolt, a Margaréta Illatszer, valamint a Petőházi Optika. Tehát rengeteg ajándékunk van. És első körben akkor megkérném, hogy a önmagát legfiatalabb leánynak nevező futónk jelentkezzen itt. Káli Jani bácsi fog majd egy díjat átadni neki. Tehát várjuk, ki volt a legfiatalabb leány, aki ma lefutotta a 18. szilveszteri futáson a 2017 méter. Esetleg, hogyha annyira fiatal a leány, akkor anyuka is kijöhet vele. Az ő életkorát természetesen fogjuk firtatni udvariasságból. Nem. Kezd el visszafelé számolni, hogy van-e 5 éves, 4 éves, vagy 3. Köszönöm, rendben. Tehát mivel nem jelentkezik senki, ezért az a kérdés, hogy van-e valaki, aki 5 éves. Ha sokan vannak, én semmit nem látok, de sok segítőm akad itt. Itt érkezik egy apuka, remélhetőleg azért hozza a gyermeket, mert ő lesz. Hát ő esélyes, hogy a legfiatalabb. 2015. November 4 és kislány. A nevét is megtudhatjuk? Rozinak hívják a kislányt. Szerintem nagy tapsal felébresztetjük. Mohos Rozáliának hívják. A kisasszony egy másik babakocsival, gondolom a legfiatalabb fiút hozza. Nem látom az arcán az igen vagy nem választ. Legfiatalabb fiú mikor született? December 1, 16. 2016. December 1. Hát kérem szépen, nehéz lett volna felülmúlni vagy alulmúlni ezt az életkort. Gratulálom. Sikerült kiszámolnod, hogy mennyi idős? Igen, majdnem egy hónapos. Nem, 30 napos pont. December 1-e a születésnek, ugye? Akkor pont 30 napos. Gratulálunk. Igazán szép teljesítmény. Főleg anyukának, hogy végig tolta a pályán, igaz? Kádi János adta át a díjakat, Kádi Jani bácsi az ötletgazdája ennek a rendezvénynek, és érkezik egy másik fiatal fiú, de ő szerintem nem lehet fiatalabb 30 napnál, de köszönjük, hogy ide jöttetek. Most pedig akkor a legidősebb hölgyversenyzőt keresnénk, bátran, aki úgy érzi, hogy elmúlt mondjuk 70. Az, ha közelebb jönne a színpadhoz, akkor a mozgásból láthatnánk, hogy emeljük-e évekkel vagy 5 évente a kategóriát. A hölgy úgy látom unokástól érkezik. Jani bácsi, hány éves a hölgy? A hölgy bátran mondja, hogy 69 éves, tehát aki úgy érzi, hogy ennél idősebb, és lefutotta a távot. 76? Ma idősebb, egy másik hölgy 76 éves, akkor most nagy a dilemma, de pontosan 7 év különbség van, akkor 76 éves hölgynek adjuk át a külön díjunkat. Ha csak nem jelentkezik idősebb a 76-nál. Ha csak valaki nem érzi úgy, hogy idősebb 76 évnél, és hölgy. Először, másodszor, harmadszor, akkor ez a díj is gazdára lehet. Most a legidősebb férfit keressük. Úgy emlékszem, Cingler Sanyi bácsi szokott ez lenni. Most is erősen közelít. Van-e valaki, aki idősebb Sanyi bácsinál? Szerencsére tavaly elfelejtettem, és most is, hogy hány éves Sanyi bátyám, ha ide kiabálnak.
Azt mondja, két 77, hetes. 77, két hetesnek mondja a hallgatói bácsi, de inkább 77-nek látszik, de az nem probléma. Tehát akkor a legidősebb férfi díját ismét Zimmer Sándor kapja. Most pedig kérném akkor a jelmezeseket, hogy akiben van elég bátorság és úgy érzi, hogy van esélye a legjobb jelmez díját megnyerni, az fáradjon ide a színpadra. Két kis jéghok és srácot már látok, gyertek be, fölemellek benneteket. És ezt most hogy fogod eldönteni, tapsal? Gyere ide, csak fogom a kezdet. Van lépcső. Van egyébként lépcső, és mindenkit nem tudok felemelni. Ezt ki kellett, hogy próbáljam. Hölgyeim, itt oldalt van a lépcső. Közben a két jégkorongozó srácot meginterjúvolom. Mondanátok a neveteket? Dork. Gyere Dorka ide mellém, és akkor te is látszol. Hölgyem vagy? Nem tudom, hogy szólítsak. Hölgyem. Rér család. Oké, akkor én egy kicsit odébb állok. Te kis mackó. Cosentino Miriam. Horváth Réka. Pegán Petra. Akkor mindenki, ha egy sorban rendeződik, én ide állok a szélére. Az alkalmi döntőbizottság pedig Káldi János. És a képviselő egy minúta. Része. Tehát kérem, ma a kislány, a bóc, a nyékkorom és vannak egyet, ó, és most jön előbb a kastázosnak mondják róla a lányok. És még érkeznek alapban jelmezve. Lemegyünk, megmutatjuk lentről, mert egyre többen lesznek. Ja, teljes kastánc egészséget képviselhetja magát. Hát kérem, talán is a színpadon, ha kicsit mindenki elrébjön mondjuk jobbra felé, akkor a végén elfér az egész egyesület és szárnyalhat. Várjuk a bizottság döntését. Egy nagy tapsal előtt biztosunk mindenkit, jól szokott esni. Végre tudunk tapsolni, nagyon boldog vagy. Káli Jani bácsi mondja, hogy győztes. Óriási vita közepette dőlt el a verseny, a két jégkorongozó. És a mellette levő kislány. Úgy gondoltuk, hogy ők a legjobbak. Ha lejöttünk a tapsba, akkor a Katica és a kis óriási korongozók lettek a győztesek. Köszönjük, és gratulálunk. Jani bácsi pedig felszólja az ajándékot a színpadra. Még egyszer köszönjük a többieknek is, hogy megjelentek és részvételükkel emelték az estvényét. Most pedig akkor a tombola fog következni, vagy egyszerűen csak következik. Tombola, tombola. Mindenki szorongassa tehát a tombola szelvényét. Még egyszer a győztesek nevét azért elmondjuk, jó? Bújtó Dorka. Az urak pedig. Kovács. És jégkorongoztok is édesöcsényünk, vagy csak felöltöztetek jégkorongosnak. Akkor ti vagytok az ajkai óriások. Egy nagy tapsot tenni az ajkai óriások, mert látjuk rá, hogy az óriások, hogy bevállalták. Nos, akkor elkezdheti minden izgatottan gyűjtetni a tombola szelvényét. Én mondom majd a számokat. Aki úgy érzi, hogy a számon tombola, állj minden. Meg is van az első szám, 218-as. Tudod, szép páros szám. Tehát 218-as ott, megvan a nyerő, gyönyörű hajú fiatalnak látszó ember fut felénk, arcán a széttalált a boldogság, és maradt energiája futni. Hát ott rád lehet nézni, a napra lehet nézni rád. Gratulálunk, egy csodaszép rastis csavarhúzott készre, öröm boldogság. 752 a következő szám, ez nagyjából azt jelenti, hogy többen voltunk, mint 200-an. 752-es. Hastáncos lányok boldogok, de nem náluk van a tombola. 752, tehát a számom, a tulajdonosság keresik. Látom, hogy belesüt a nap a szemembe is. Tiéd? Hát kérem szépen, itt álltunk a színpadon. És nem csak, nem állítás, akkor megvan a 752-es tulajdonos.
Szilveszteri futás utolsó percei. A tombola sorsolás. Közel 700-an eljöttek a mai futásra. Az elég szép szám. Szerinted este mennyien lesznek a téren? Remélem sokan. DJ Herendi Zsolt van mellettem, de inkább a tömeget mutatjuk, hiszen Zsoltot majd nézhetitek este 9 órától. Ha jól tudom, te fogod kezdeni ma a zenélést. Igen, olyan 9:30 körül fogom kezdeni a zenélést, sok szeretettel várok mindenkit. Majd 10:30-kor megjelenik DJ Bárány Attila is, és remélem egy hatalmas buli fog csinálni. Meddig hallgathatjuk Bárányt itt a téren? Az éjfélt még velünk fogja tölteni, majd lesz tűzijáték, a polgármester úr egy beszédet tart, és utána folytatjuk hajnal 3 óráig a bulit. Idén először nem a Madarak házi buli zenekarral, hanem a Top Dance Partyval, DJ Herendivel és Bárányal. Így van, hát úgy gondolom, hogy itt volt az ideje a változásnak. Majd meglátjuk, hogy fogják az emberek fogadni. Én úgy látom előzetesen, hogy tetszik nekik az újdonság. Én is így gondolom, hát sok emberrel beszélgettem, ők is ezt mondták, hogy egy kicsi változatosság ráfér a városra. De nem csak a városra, én nézegettem a Top Dance közben, próbálok úgy elni, hogy ne süssön a nap annyira a nézők szemébe. Nézegettem a Top Dance Party oldalát, és meglepődtem, hogy országos lett a Top Dance Party. A 2017-es évetek szinte már teli van, és egy nagyon komoly buli szerviz lettetek tulajdonképpen. Igen, egy kicsit változtattunk itt a stratégiánkon, és elkezdtünk egy országúrjárásra menni, vagy országos turnéra menni, ahol Győr, Szombathely, Szeged, Pécs, ezek lesznek a színhelyek. És komoly sztár vendégekkel. Igen, hát mindenhol 3 vagy 12 fővel fogunk fellépni. Nyugtass meg minket, hogy azért az ajkai közönség sem maradt Top Dance Party nélkül 2017-ben sem. Nem, igyekszem minél több rendezvényt csinálni Ajkán, szabadtérit, illetve a sportcsarnokban innentől fogva. Hát akkor várhatunk még hasonló nagy durranásokat, mint a Liget Party volt. Hát a jövő évre van 2, de majd ezt időközben meg tudjátok. Ne ígyunk előre a Top Dance Party bőrére. Kedves nézőink, este jövünk vissza majd innen a térről, megpróbálunk bejelentkezni, tűzijátékot megpróbáljuk közvetíteni, de azért, ha tudtok, gyertek ki, ti is nézzétek meg élőbe, hallgassátok Bárányt és DJ Herendi Zsoltot. Sziasztok! Gazdája egy kis hölgy.